ez a kanapé. Argyelán Krisztával. Manna FM. Hello neked is, ez a szombat délutáni kanapé. Én Argyelán Kriszta vagyok, 98.6 Manna FM életörömzene. És a téma ezúttal a megcsalás, hogy mikor érkezik el egy kapcsolatban általában a statisztikák szerint az a pont, amikor ott lebeg a fejünk fölött ennek a ténye, hogy mi vezet egyáltalán a megcsalásra. Kifejezetten női oldalról világítjuk meg most a kérdést. A beszélgető partnereim Herkules Mónika, Szépen Válja Válás Központ válási szakértője és Galambos Balázs, a központ alapítója. Balázs, kezdjük azzal, mi az, ami a kapcsolat megbetegedéséhez vezet a nők részéről? Az a tapasztalatom, hogy a nőket az betegíti meg elsősorban, hogyha nem kapják meg a kellő figyelmet és a kellő udvarlást, csodálatot, illetve hát a szülés után szokott itt általában a probléma történni a nők oldaláról, van akinél az első, van akinél a második gyerek oldalról, hogy egyszerűen a nőiség és a feleség prioritás, meg a házasság prioritás elé nagyon keményen oda teszik az anyassági prioritást. Ebbe a helyzetbe belemerevedik a férfi, tehát össze elfogadja, hogy itt esik közöttük a figyelmességek, a randevúk, az összebújások és a szexualitás. És amikor újra fölvenné a feleség és a nő tempóját az édesanyja, akkor ehhez az édesapa esetleg több hónapos vagy több évre nyúló elutasítás után már nem tud úgy reagálni, visszareagálni, és akkor ilyenkor szokott az mondani, hogy kívülről húzza be a nő ezeket az úgynevezett megerősítéseket, és bele is megy rendszeresen, vagy pedig nagyon magas számba, egy megcsalásba, egy körbe. Móni, a kapcsolat mely szakaszában lép félre tipikusan a nő? Hát ez gyakorlatilag bármikor már történhet, ugye van erre mindenféle tanulmány, meg különböző anonim kutatások, amikkel így szakemberek megpróbálták nagyjából körbe lövöldözni a dolgot, hogy valahogy meg tudják határozni. Én kettő exaktabb adatot tudok említeni, az egyik, hogy a tipikus félrelépő nő az olyan 38-39 éves, egészen extrém változói is vannak egyébként ezeknek a tanulmányoknak, tehát akár még csillagjegyekre is le lehet bontani a dolgot, de az azt gondolom, hogy nem annyira nagyon komoly indikátor ennek a dolognak. A másik pedig, amit egy társkereső iroda végzett, az a kutatás pedig azt mutatja meg, hogy a házasságnak körülbelül a 14. éve még egy ilyen nagyon veszélyes szakasz, tehát az, amikor a nő olyan 45-49 év között van életkor tekintetében. Egyébként pedig a kérdésedre válaszolva, meg visszacsatolva egy kicsit az előzőre, azt mondhatom, hogy ami női oldalról, vagy női szemszögből meg tudja betegíteni a kapcsolatot, az gyakorlatilag nagyon hasonló, mint ami a testet megbetegíti. Tehát amikor olyan dolgokat engedünk meg magunknak, meg a másiknak, meg egyáltalán a kapcsolatban, hogy megtörténjen, amiről egyébként tudjuk, hogy borzalmasan káros, ez az egyik, a másik pedig az elhanyagolás. Tehát amikor nem figyelünk oda azokra a mindennapi alapvető dolgokra, ami egyébként a lélek, az érzelem, meg a párkapcsolat, házasság, szerelem szempontjából nagyon fontos, fenntartó, meg egészségben tartó tényező lenne. Hozol nekünk erre konkrét példát is, hogy mi az, amikor tudjuk, hogy káros ránk nézve az adott viselkedés, mégis tesszük, mégis megengedjük, hogy valami megtörténjen? A nőknél van egy nagyon érdekes magatartás mintázat, amit mi egyébként a Szépen Válja konzultációkon is nagyon sokszor látunk, meg egyébként, hogyha az ember így olvasgat különféle női magazinokat, akkor is így mindig kutatják, hogy jó, de hát akkor mégis hol van a probléma. Ez pedig jellemzően a túlzott alkalmazkodás, illetve az a fajta viselkedés, amikor a nők azt gondolják, egyébként ez bizonyos szempontból logikus is lehet, hogy jó majd akkor, hogyha egy kicsi többet megteszek még a férjemért, vagy a férjem kedvére, akkor majd rendeződik a dolog, és akkor majd végre talán a férjem is észre kap, és akkor lépéseket tesz. És az a baj, hogy ez egy bizonyos ponton túl sajnos egy nem működő stratégia, és igazából csak még inkább megássa a párkapcsolati válságnak a gödrét, meg még inkább mélyíti. Tehát ez a fajta túlzott alkalmazkodásnak, hogy akkor még én egy kicsit többet teszek, meg még inkább megpróbálok tökéletes nőként, feleségként, anyaként, szakácsnőként mindenféle szerepemben megfelelni, akkor az majd segít, és nem segít, hanem pont az ellenkezőjét szokta kiváltani. Tehát a férfi az akkor még inkább sokszor elfogadja azt, hogy hát akkor még többet tesz a feleségem, még inkább alkalmazkodik, és hogyha nem történik valami kimozdító tényező,
akkor a férfi az nem fog változtatni, sajnos. Tehát igazából nem teszünk jót ezzel a jónak gondolt női technikával, a viselkedéssel. Balázs, mi lehet a háttérben? Miért csal meg valakit egy nő? Milyen motivációval? Érzelmi motiváció általában. Tehát a férfi és a női megcsalás között az egy óriási különbség, hogy bármennyire is változtak a szerepek, és bármennyire vannak tépszámmal elférfiasodott nők, azért a nők nagyon nagy része érzelmi alapon csal meg. Tehát amíg egy férfi konkrétan a szexualitásért lép félre, addig a nőnél kialakul egyfajta olyan lelki, kommunikációs, szellemi kötelék azzal a férfi valakivel a házasságából, vagy pedig az életási kapcsolatából kikacsint, hogy gyakorlatilag ennek következményei vannak. Megbocsátható egyébként a megcsalás? Mindenkinek a saját norma rendszerétől függ. Azt most könnyű lenne rávágni, hogy megbocsátható vagy nem megbocsátható. Én azt gondolom, hogy mindenkinek más a norma rendszere, más az értékrendszere, mindenkinek más fér bele. Tehát, hogyha a kapcsolat egyébként a mindkét fél számára fenntartható és működtethető, és a család működtethető, meg egyáltalán ők ketten is el tudnak működni a megbocsátás után és a közös munka után, akár a szépen olyan válaszközponttal, akár más párterápiás munka után, akkor megbocsátható. Ha meg nem bocsátható meg, mert túl nagy az egó, mert fel se ismerem azt, hogy én nekem férfiként felelősségem van abban, hogy a feleségem félrelépett, mert a legjobb barátommal lépett félre, mert ilyen is nagyon sokszor felmerül a szépen olyan konzultációkon, mert nem hajlandó felmondani a munkahelyén ott, ahol a főnökével volt a férje vagy a kollégájával, megint egy saját konzultációnkra utalok vissza az egyikre, és ezt nem tudja benyelni a férfi, akkor viszont nincs értelme együtt maradni, mert azért együtt maradni, hogy folyamatos keserűség legyen a pár között, és szeretet és harmónia helyett érzelmi zsarolás legyen meg a másiknak a szidalmazása, meg a mindenféle lelki leépítése, annak túl nagy értelme nincs. Móni, te mit gondolsz erről? Egy nő részéről megbocsátható a megcsalás? Én azt gondolom, hogy mindig a probléma gyökeréig kellene leásni, de ilyenkor azért a legnehezebb feladat az egyrészt az, hogy szembenézzünk a saját felelősségünkkel, egyrészt, hogy mi történhetett ebben a kapcsolatban, amiben nekünk is szerepünk volt, hogy a férjünk vagy a hosszú távú párkapcsolatunkban a férfi, az mégiscsak valahogy az asszisztensnél, a titkárnőnél, a régi szerelménél kötött ki esetleg. Tehát, hogy ott azért mi mit tettünk annak érdekében, hogy ez megtörténhessen. Ez szokott egy nagyon nehéz dolog lenni, és hogyha idáig el tud jutni valaki, hogy ezzel szembe tud nézni, és azt tudja mondani, hogy igen, akkor én ott követtem el a hibát, hogy, akkor onnantól van egyáltalán lehetőség arra, hogy elkezdjük valahogy visszaépítgetni ezt az egész dolgot, csak az a baj a megcsalással, hogy borzalmasan nehéz visszaépíteni, mert ez olyan dolog, mint amikor jön egy szőnyegbombázás, összedől a ház, és hogy gyakorlatilag 5-6 oldalról egyszerre kéne valahogy újraépítgetni, úgyhogy az ember nem tudja kikavarni a malbát se. Tehát, hogy ez ennyire borzasztóan nehéz feladat, úgyhogy egyrészt kell egy elhatározás, és utána egy nagyon-nagyon-nagyon komoly önmunka. Ugye az önbecsülést, az önértékelést, meg a női magabiztosságot azért nagyon komolyan megtépázza egy megcsalás, vagy esetleg egy kipattant évekre is visszanyúló viszony, hogyha erről az ember tudomást szerez egy házasságban vagy párkapcsolatban. Úgyhogy azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon kemény feladat, és először azt kell vállalni, hogy akkor én elvégzem ezt a munkát, mert mi ketten elvégezzük ezt a munkát, és utána már végig is kell csinálni egy jó terapeuta, vagy többféle terápia segítségével, úgyhogy nem könnyű a dolog, de az érzelmeket azokat nem is feltétlenül elnyomni kell, hanem inkább tényleg megkeresni azt, hogy hol ütődött rés a pajzson, hogy bejöhetett az az értelem, meg az a vonzalom, és akkor a testet is ölthetett fizikai cselekmények formájában. Balázs, hogyha kiderül ez a tény, hogy csalás történt a kapcsolatban, akkor visszaépíthető a bizalom? Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy megint azt tudom mondani, hogy a pár tagjainak az alkotástól függ. Tehát a visszaépítéshez mindenképpen elsődlegesen szükséges nagyon-nagyon nagy adag szeretet a másik felé. Nagyon-nagyon nagy adag szeretet, és ami még inkább szükséges, az egónak a 100,0%-os lerakása és a teljes őszinteség.
ha ez megvan, hogy nagyon szeretjük a másikat, hogy nem egóból, haragból kommunikálunk a másik felé, és őszintén tudok a saját érzelmi és egyéb igényeinkről beszélni, akkor ezt vissza lehet építeni, sőt, még erősebb is tud lenni a kapcsolat. Én nem bízhatok senkit erre, hogy bárki megcsinálja bárkit, de egy végigcsinált, megoldott krízis az megerősíti az alapkapcsolatot. Hogy kinek könnyebb, kinek nehezebb, tényleg alkat kérdés. Annyit szerettem volna még hozzátenni a Balázs mondandójához, hogy egyébként a nagy tragédiák, meg az ilyen nagy arcúcsapások, amik történnek velünk az életünkben, azok azért mindig nagyon jó jelzőrendszerek is. Tehát amikor kipasszan egy megcsalás vagy egy viszony, és akkor ott áll a pár, hogy most akkor nem csak meg ezt a kapcsolatot, hogy váljunk el, tehát van egy döntési helyzet, akkor azért feketén-fehéren megmutatkozik éppen aktuális értékrendszerünk. Az enyém is, a férjemé is, a kettőnké, hogy mi a fontos nekünk, mit vagyunk hajlandóak megtenni, miért cserébe, mi az, amit már nem tudunk odaadni, vagy nem tudunk letenni, meddig megyünk el, hogy megoldjuk ezt a kettőnk közötti válsághelyzetet. Tehát, hogy ezért egy nagyon fontos fordulópont mindenképpen egy házasságban, meg egy párkapcsolatban a megcsalás. És azt fel is lehet használni egyébként, ahogy a Balázs is mondta, egy megerősítésre, meg egy magasabb szintű összekovácsolódásra, csak hát föl kell lépni azokon a bizonyos lépcsőfokon, és nagyon fontos, hogy ezt egy ember nem tudja megcsinálni, tehát ezt kézen fogva ketten kell valahogyan átvergődjünk ezen a krízis helyzeten, hogyha ilyen történt az életünkben, hogyha mind a ketten akarjuk. Hogyha lebukik a párom, hogy megcsalt, akkor mit tegyek nőként, Móni? Hát föl kell bontani egy üvegbort, vagy valami olyan feszültség levezető technikát kell alkalmazni, ami megszabadít minket a pillanatnyi elvakult bűnktől, már tehetetlenségünktől. Tehát ez kinek mi van, aki elmegy, és akkor lesz 10 kilométer egy-két levegővel. Van, aki egészen más technikákat alkalmaz, tehát azt gondolom, hogy mindenképpen valahogy vissza kell, hogy kerüljünk egy nagyjából nyugodt, higgadt balanszállapotba, amennyire nyilván a helyzettől függően erre van lehetőség, és talán hamarkodottan cselekedni, mert az ember nagy hülyeségeket tud csinálni, hogyha kap egy ilyen tarkonvágást, hogy úristen, akkor én most meg vagyok csalva, vagy valamilyen viszony tart fönn a férjem esetleg már évek óta, úgyhogy venni kell 3 nagy levegőt, és akkor valahogy egy ilyen egyensúlyi helyzetbe visszakerülni. Ha ez már megtörtént, akkor mi legyen a következő lépcső? Hát akár kettesben, akár esetleg egy harmadik objektív fél előtt föl kell tárni azokat, hogy most akkor itt mi történt, miért történt ez az egész. Tehát azért egy őszinte beszélgetésre szükség van, és addig kell lásni, amíg ki nem kutatjuk azt, hogy mi volt itt a valódi mögöttes motiváció ebben a dologban, mert ez rá fog mutatni arra, hogy hol voltak azok a vakfoltok a kapcsolatban, amikre mi nem akartunk rálátni, esetleg éveken keresztül, és aminek az eszkalálódása eljutatott minket gyakorlatilag a szakadék szélére. Tehát itt azért föl kell tárni gyakorlatilag, mint amit mi is csinálunk, amikor a Balázs a konzultáción egy párkapcsolati auditot végez egy házaspárral. Itt ezt kell megcsinálni, hogy kiderüljön, hogy akkor mit voltak azok a tényezők, amelyek ebből az irányba elsodortak minket, és akkor utána megnézni, hogy mi az, amit mi ketten közös platformon meg tudunk tenni a kapcsolatnak a megmentéséért, hogy már akarjuk menteni. Ha én bukom le megcsalással, akkor mi a legcélszerűbb hozzáállás ilyen szituációkban? Először is meg kell nézni azt, hogy mit veszíthetek, hol mit veszíthetek, mit nyerhetek. Nagyon-nagyon gyakran szembesülünk női megcsalással szépen vajon konzultációkon, és majdnem 100%-ban iszonyatosan nehéz a nőnek elengedni a szeretőjét, mert hogy érzelmi fálak vannak. És nagyon sokszor ugye megy a közösségi médiának ez a spirituális megerősítése, mert megérdemlem, mert jár nekem is, és nagyon sokszor meg akarják tartani mindkét pórust a hölgyet. Azt is, ahonnan a biztonságot kapják otthonról, meg a külső izgalmat is meg akarják tartani, és elsősorban meg kell érteni azt, hogy nem lehet a kettőt egyszerre megtartani, hanem kell egy döntést hozni, egy ténylegesen egy házasság átvilágító audit szépen a beszélgetés után, vagy bármelyik szakembernél, hogy most együtt maradunk, vagy pedig külön folytatjuk. Mert hogyha együtt maradunk, akkor szembe kell nézni a kapcsolatnak a gyengeségeivel, ahogy Moni mondta,
és akkor együtt kell dolgoznunk azért, hogy új alapokon sokkal erősebbek legyünk, ha pedig külön válunk, akkor a lehető legkorrektabb módon kell az egészen bevárni, azért, hogy levonhassuk a konzekvenciákat, újraépíthessük magunkat, és úgy kezdjük újra mással. Nagyon szépen köszönöm. A két beszélgető partnerem Herkules Mónika, Szépenvájjávállás Központ válási szakértője, illetve Galambos Balázs, a központ alapítója volt, és bízom benne, hogy ezt a beszélgetést is sokan szeretnétek újra hallgatni, tanulni belőle. A Manna FM podcastját kereshetitek akár iTunes-on, akár Spotify-on. Ez a kanapé Argyelán Krisztával. Manna FM.